Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Magyarország kormánya nem csak a nyugdíjasokat és a gyermeket nevelő családokat segíti, hanem lehetőséget és segítséget nyújt a 25 év alatti fiataloknak is az adókedvezménnyel. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy kik vehetik igénybe, mi ennek a menete, és azok vehetik-e igénybe és részesülhetnek-e belőle, akik munkavállalók esetlegesen. Hát több részre osztanám a dolgot, hiszen január 1-től megszavaztuk azt, hogy 200 ezer forintra emelkedjen a minimálbér, és 260 ezer forint legyen a garantált szakmunkás minimálbér. Ez azért nagyon fontos dolog, hiszen a minimálbérhez van kötve nagyon sok egyéb bér is, és jelenleg január 1-től akkora minimálbér, mint a Gyurcsány-Bajnai korszakban az átlagbér. Tehát látszik azt, hogy egyre magasabb bért kapnak a magyar munkavállalók, és ezt az irányt mindenképpen folytatni kell. Folytatni kell abba az irányba, amibe a kormány is megy, hogy a rendvédelmi szervezetek, a pedagógusok, az orvosok, az egészségügyi dolgozók és a szociális dolgozók bérét is folyamatosan emeli. Én azt gondolom, hogy látható az, hogy ha a magyar gazdaság jobban teljesít, akkor a bérek is emelkedhetnek. A másik nagyon fontos az, hogy a fiatalok, a 25 év alattiak személyi jövedelemmentességben részesülnek. Ez azért nagyon fontos, mert egy fiatalnak, aki nem rendelkezik munkatapasztalattal, először nagyon nehéz elhelyezkedni. Ezért érdeke minden munkavállalónak, hogy a fiatalokat is, azokat a fiatalokat, akik még nem töltötték be a 25 évet, munkahelyet kapjanak, munkahelyi tapasztalattal rendelkezzenek, és ösztönözzék őket azt, hogy minél hamarabb munkába álljanak. Én azt gondolom, hogy ha mindannyian dolgozunk, és munka van, akkor minden van. Akkor van jövedelem, akkor van gyarapodás, akkor van ennek az országnak jövője. Képviselő úr, köszönöm. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.